Bejelentette a rezsicsökkentés új szabályait a kormány. Bevezetik a lakossági piaci árat. Ez jóval alacsonyabb a versenypiaci árnál. Az átlagfogyasztásig ezután is a rezsicsökkentett árat fizetik a háztartások. A kormány az emelkedő költségek miatt korábban energiaveszélyhelyzetet hirdetett és 7 pontos akciótervet készített. Közben Brüsszel is készített egy tervet a gázkrízisre, 15%-kal csökkentenék a tagállamok gázfogyasztását. Eddig 7 ország jelezte, hogy nem ért egyet a tervezettel. Imre Balázs folytatja a témát vendégével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz Viola, így van. Itt van velünk internetes kapcsolás útján Sebestyén Géza, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Jó reggelt kívánok, tiszteletem! Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, egy picit vonjunk párhuzamat a magyarországi és az európai helyzettel, hiszen így láthatóak azért a különbségek. Itt van mindjárt Németország, amely abból a szempontból jófajta idézőjelbe téve laboratórium lehet Európában, hogy milyen az, amikor nincs gáz, drága a gáz, és az energiaellátás nagy része magánkézben van. 17 milliárd eurós segítséget kellett nyújtani egy magáncégnek a német állam részéről, mert különben összeomlott volna az ellátás. Ugye most az a helyzet, bevállották a németek is, maga a kancellár is, hogy így gyakorlatilag, idézem őt, érezhető drágulás lesz egy 4 tagú család számára, évi 200-300 eurós többletköltség jöhet, sőt ráadásul ugye folyamatosan emelkedik a gázára, június közepétől pedig elzárták a csapokat ugye az oroszok, tehát nagyon nagy bajban van Németország. Ehhez képest Magyarországon mi van, hogyha a két országot összehasonlítjuk? Nagyon komplex a helyzet, és remek kérdés, viszont nehéz erre mélységében válaszolni. Ugye azt kell látnunk, hogy valóban az egyik gond az, hogy nagyon magasak az árak, mind a gáz, mind az áramnak az ára egész Európában. Ő Németországot említette, de körülnézhetnénk bármelyik másik országban, ugye ezt látnánk, hogy roppant módon megnövekedett az energiahordozóknak az ára. Ez az Európai Uniónak a hibás szankciós politikája miatt volt, és ugye ez a helyzet a német fogyasztókra is negatív hatást gyakorolt. Valóban nagyon komolyan emelkednek ott az árak, de azért azt is hozzá kell tennünk, hogy olyan becslések is vannak, hogy lesznek majd olyan hónapok, ahol az átlag német háztartásnak a teljes havi keresete az el fog menni a rezsiszámlákra. Tehát nagyon-nagyon olyan helyzetet, olyan szituációt láthatunk most ezekben az országokban, amit évtizedek óta, vagy hát ember emlékezet óta nem láttak még ezek a polgárok. Ebben szemben Magyarországon sokkal jobban állunk, és az ár az egyik dimenzió, amiről beszélhetünk, és mindenki tudja, hogy 2013 óta velünk van a rezsicsökkentés, hogy ez mit jelent egyébként egy átlag magyar családnak. Most körülbelül mind az áramnál, mind a gáznál az az ár, amit fizet a lakosság, az körülbelül tizede annak, ami a piaci ár lenne. Tehát ha kíváncsi valaki arra, hogy mennyi lenne az az ár, amit a rezsicsökkentés nélkül fizetnie kéne, akkor körülbelül vegye a rezsiköltségét és szorozza meg 10-zel, ez lenne az az összeg, amit neki, hogyha piaci árat kéne fizetnie, akkor ennyit kéne neki a hónapnak a végén kifizetnie. Ugye ehhez képest látjuk azt, hogy mind az új rendszerben a rezsicsökkentett ár egészen az átlagfogyasztásig az megmarad, tehát továbbra is ezt a 90%-kal csökkentett árat fogjuk fizetni mind áramra, mind gázra a piaci árakhoz képest. Azonban a többletfogyasztás, tehát azok a háztartások, és egyébként nincs sok ilyen háztartás, tehát ez mind gáz, mind áram esetében, ez körülbelül az egynegyede a háztartásoknak. Nem feltétlenül ugyanaz az egynegyede, de mind a két esetben ez körülbelül egynegyede a háztartásoknak. Ez az egynegyed, ez többet fog fizetni valamivel, de még az a többlet költség, amit ők fizetnek, az átlagfogyasztásig egyébként ők is rezsicsökkentett áron, tehát a kedvezményes áron kapják mind az áramot, mind a gázt, viszont az e fölött lévő mennyiséget is egy piaci árnál kedvező áron fogják majd kapni. Ez az áramnál körülbelül 70%-kal olcsóbb, a gáznál meg körülbelül 30%-kal olcsóbb, mint a piaci árak. Tehát azt látjuk, hogy Magyarországon az árak szempontjából sokkal jobban állunk, viszont van egy másik fontos dimenzió, ami az ön kérdéséből is kiderült már, az a mennyiség, vagy az elérhető mennyiségnek a kérdése, és azért nagyon fontos arról is beszélnünk, hogy Németországban nem csak az a gond, és a többi európai országban nem csak az a probléma, hogy nagyon sokat kell fizetni majd a lakosságnak, vagy akár a vállalatoknak a gázért vagy az áramért, hanem az is nagyon nagy probléma, hogy nem biztos, hogy lesz nekik áram vagy gáz. Ezzel szemben Magyarország mind a gáztározók feltöltöttsége szempontjából, mind pedig ugye most hallhattuk azt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter úr újabb tárgyaláson megint 700 millió köbméter gázról állapodott meg a Oroszországgal. Tehát mind
a feltöltöttség szempontjából, mind pedig a beszerzés szempontjából Magyarország sokkal stabilabb és sokkal jobban áll, mint a nyugat-európai országok. Sőt, mint az Európai Unió, hiszen az uniós átlag ugye 17,3%-a, jól emlékszem, és mi 27,3%-on állunk feltöltöttség szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosságnak, ugye itt is, ahogy csak az Európai Unióban is, a lakossági fogyasztást teszik ki a nagy részt, szóval ott a háromnegyed részre már elég a lakossági fogyasztásnak jelenleg a gáztárolók feltöltöttsége, de valóban további feltöltöttség, folyamatos feltöltöttség van. Amiről viszonylag keveset beszélünk, ugye május 25-én lépett a kormány, és létrehozott egy úgynevezett rezsivédelmi alapot, ugye ide fizetik be a nagy multicégek az extra profitjukat. Ez milyen segítséget jelenthet a jövőben például? Mert ez egy fontos dolog lehet. Ez egy komoly segítséget jelent, ugye ez volt valóban a célja, alapvetően két alapra mennek ezek a források, részben a rezsicsökkentésre, részben a honvédelmi alapba, tehát mind a kettő egy nagyon fontos cél jelen pillanatban a mostani gazdasági és geopolitikai helyzetben. Viszont valóban ez egy nagyon komoly segítség abban, hogy a rezsicsökkentést azt tudja tartani a kormány az adott feltételekkel. Viszont azért látnunk kell azt, hogy visszatérve megint erre, de sajnos tényleg ez a helyzet, és erről beszélnünk kell, hogy az elhibázott szankciós politika miatt elszabaduló árakra. Igazából nagyon nehéz egy rezsicsökkentett árat tartani akkor, mikor a világpiaci árakkal gyakorlatilag bármi történhet, bárhova elmehetnek. Ugye olyan növekedéseket láttuk most az elmúlt időben, amilyet korábban nem tapasztaltuk, nem csak az árak szintjéről beszélek most, hanem a növekedésnek a sebességéről és a növekedésnek a mértékéről. Tehát egy ilyen környezetben nagyon nehéz fix bevételekkel ezt a helyzetet kezelni. Ugye az extra profit adó az arról szólt, hogy bizonyos szektoroknak valóban, ahogy ön helyesen mondta, az extra nyeresége, ami nagyon sok esetben egyébként pontosan a mostani gazdasági helyzetből fakadt, ezt az extra nyereséget vonja az állam, és használja fel arra, hogy a lakosságnak a rezsiköltségeit alacsonyan tudja továbbra is tartani. Azonban egy olyan helyzetben, amikor elszabadulnak az árak, és bármilyen magasságban gyakorlatilag felmehetnek, hiszen hogyha nem lesz gáz, nem lesz áram, akkor egy verseny fog kialakulni a fogyasztók között. Ugye egymásra fognak licitálni a különböző országok, hogy ők kapjanak gázt, ők kapjanak majd áramot. Tehát egy ilyen helyzetben nagyon nehéz egy fix büdzsével tervezni. Ezért is volt szerintem nagyon helyes lépés az, hogy a kormány az ketté bontotta a tarifákat, és azt mondta, hogy egy bizonyos fogyasztásig biztos tudjuk garantálni azt, hogy ezen a egytized áron kapják a fogyasztók a gázt és az áramot. Ugye erre jó egyébként az extra profit adó. Viszont nagyon fontos az, hogy lássuk, hogyha a magyar fogyasztók nagyon sokat fogyasztanak, azt nem képtelenség kigazdálkodni, úgyhogy azt mondjuk, hogy minden fogyasztás az ezen az extrém alacsony rezsicsökkentett áron van. Tehát szerintem nagyon helyes lépés volt az, hogy ketté bontotta a magyar állam. Azt mondta, hogy van egy szint, ameddig mindenkit meg tudunk védeni. Aki viszont ezen szint fölött költ, vagy ezen szint fölött használ áramot vagy gázt, neki be kell szinte a saját részének, a saját többletköltségek részét, azt fedeznie kell, vagy finanszíroznia kell. Az állam ott is egyébként egy nagy részét kifizeti a piaci árnak, viszont ezt önmagában az állam egy ilyen gazdasági helyzetben nem tudná megtenni. Nagyon pici időnk maradt, de beszéljünk még arról, hogy immáron 7 ország jelezte, hogy nem ért egyet azzal az Európai Bizottsági Javaslattal, amelyet a héten hirdettek meg, nevezetesen, hogy 15%-kal kéne csökkentenie az uniós tagállamoknak a gázfogyasztását a következő időszakban. Abban már nem mennék bele, hogy ezt egyeztetés nélkül, már uniós tagállamokkal való egyeztetés nélkül hirdették meg a vezetők, meg az se, hogy ki akarják kerülni a tagállami vétót, illetve az Európai Parlamentet is úgy akarják bevezetni. De hogy látja, lesz ebből bármi is, vagy meghiúsulhat ez a terv? Nem gondolnám, hogy ez át fog menni, és nagyon furcsa az egész helyzet, hiszen egész eddig arról volt szó, mind a szankciók meghirdetésekor, mind utána is, hogy Magyarország az, aki nem oldotta meg azt, hogy energia független legyen, mindenki másnak minden rendben van, van elég gáz, van elég áram, ők nyugodtan lemondhatnak az orosz gázról, orosz olajról. Most ehhez képest most pedig azt látjuk, hogy Magyarország gyakorlatilag jól áll, ahogy ön is mondta ezt, nagyon jól áll a feltöltöttséget szempontjából, tehát mi viszonylag jó helyzetben várjuk a telet. Európa többi országa pedig egész
akik egész eddig ugye éltanulóként állították be magukat, ők pedig nem állnak jól, és most próbálják ugye a saját elhibázó stratégiájuk miatt hiányzó gázt azt valahogy megszerezni, és hát ezért van szükség erre, hogy arra kényszerítsenek más országokat is, akik felkészültek, mint Magyarország is, akik felkészültek erre a helyzetre, hogy ők is fogják vissza a fogyasztásukat. Azért azt ne felejtsük el, hogyha 15%-kal visszafogjuk a fogyasztást, az azért a gazdasági teljesítményt is vissza fogja fogni. Tehát ez egy, azt gondolom, nagyon rossz irány, nagyon rossz válasz arra az elhibázott stratégiára, amit az Európai Unió egész eddig követett. Hát így van, mert az ipar is végül is gázmennyiséggel működik, vagy éppen áramtermelésre is használhatják a gázt, mint például a görögök, ugye ők ezért ellenzik többek között. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Izgalmas tanácskozás vár július 26-án az energiaügyi miniszterekre az Unióban, azt hiszem. Köszönöm szépen.